Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. november 11-én, hétfőn pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Az ünnepek elmúlása után is gondoskodnunk kell elhunyt szeretteink sírhelyéről. Márton napját ünnepelték az Erdőtelki óvodában. Vezeti a tabellát a Kiskörösi LC U19-es csapata. A halottak napja és minden szentek elmúlása után is gondoskodnunk kell elhunyt szeretteink sírhelyéről, és ápolnunk kell azokat, hiszen a mi kötelezettségünk a nyugvóhelyük méltó megőrzése és karbantartása. A halottak napja és minden szentek elmúlása után sem szabad elfeledkeznünk elhunyt rokonaink, családtagjaink sírhelyéről, hiszen az elhervadt virágokat, elégett mécseseket a mi felelősségünk eltakarítani és a sírhelyet rendben tartani. Azonban, ha erre nincs lehetőségünk, a temető gondnokok készségesen állnak segítségünkre. Halottak napja után mindjárt másik nap itt nekünk az a feladatunk, hogy a halottak napján a minden hulladék, ami keletkezik, aznap nem visszük el a szemetet. Teherautóval nem zavarjuk a gyalogosokat, a sétálókat a temetőbe. Így a halottak napja alkalmából minden tározónk csurig megtelik. Nekünk az a feladatunk másik nap, hogy ezeket a tározókat kiüríteni, és biztosítani a lakosság számára, hogy legyen hova lehordják, tehát leszedjék a szemetet. Az ünnepet követő másnapon is már nagyon sokan látogatnak ki újra a temetőkbe, hogy leszedjék az elégett mécseseket. Azt tudni kell, hogy november 1-e után napokig nem jellemző, hogy jelentős mennyiségű szemét keletkezzen. Mert a virágok, hogyha nem fagy meg, 2-3, esetleg egy hónapig is gyönyörű, szépek lesznek. Hogyha jön egy nagy fagy, akkor attól a perctől kezdve beindul a nagy üzem. De talán halottak napja után nekünk egy 2-3 hét csend. Nincs úgy sok munkánk. Nekünk ez a feladatunk, ez a dolgunk, hogy karba tartsuk, mert lehet látni majd, hogy ezekbe a vázákba az élő virágokat, ami után megfagy, sokszor jön az eső, és a nagy súlytól eldül, vagy elfújja a szél, akkor mi összeszedjük szeretettel. Tehát főleg én nagyon szeretem a rendet, és nem tudnék úgy elmenni egy sír mellett, hogy lássam, hogy ott van a szemét. Lehetőségünk van akár körbegerebjézni és kapálni is a sírokat, hiszen kialakításra került egy eszköztároló, ahol megtalálhatjuk a számunkra megfelelő kerti eszközöket. Temető kapuba építettem egy tározót, és oda minden szerszámot fölaggasztottam. Ott van locsolókanna, van kapa, van gerebje, van söprű, és mindenki elviheti és oda hozza vissza. A ravatolozó előtt szintén van egy ilyen tározó, tehát hogyha valaki kijön a temetőbe, nem kell hozzon se kapát, se gerebjét, se horolót, onnan elveheti, vagy hogyha mi ott vagyunk a ravatolozónál, bármilyen szerszámot adunk bárkinek, szeretettel ebbe tudok segíteni. A sírokra korábban kihelyezett virágokat tehát az ünnep elmúltával még napokig is hagyhatjuk, hogy méltó módon díszítsék szeretteink síremlékeit. November 8-án Márton napját ünnepelték a Kiskörösi óvodák Erdőtelki óvodájában, mely hagyományőrző délután programjait meglepetés műsor, lámpás felvonulás, valamint táncház is színesített. Márton napja alkalmából lámpás felvonulást és vigasságot rendeztek november 8-án a Kiskörösi óvodák Erdőtelki óvodájában. A Márton nap az óvoda jeles ünnepei közé tartozik, így a hagyományra már több hete készülnek a gyermekekkel. Minden nap előkerült a Mártonna, hisz mind a vizuális, mind a mese, mind a mondóka, mind az énekek erről a kedves szeméről szóltak, Mártonról, aki a szívével, kedvességével meghódította a népét, és így lett egyszer püspökké. Igaz, hogy ez egy legenda, vagy nem, ezt mi nem tudjuk most eldönteni ennyi év után, de azt gondoljuk és azt valljuk, hogy ez a cselekedet minden gyerek szívébe, ha beköltözik, egy kedves gesztussá válik. Az óvodavezető elmondta, hogy a gyermekek nyitottak voltak a legenda és a hagyomány megismerése iránt.
Mi vegyes csoportban dolgozunk, így a régi óvodásaink már nagyon-nagyon várták ezt az ünnepet. Az új 7 kis csoportosnak kellett egy picit beszoknia hozzánk, de ők annyira édesek és aranyosak, és annyira rugalmasan kezelték ezt az ünnepet, hisz ez az ünnep egy nagyon-nagyon kedves ünnep. Márton napja alkalmából a gyerekek lámpásokat, fejdíszeket és különböző dekorációkat készítettek. Emellett mondókákkal és énekekkel színesített műsorral is kedveskedtek családjaiknak az óvodások. Egy perc, liba perc, terány jött a 21. Hangosabban. Egy perc, liba perc, terány jött a 21. Miért hangosabban? A meglepetés műsort követően közösen mártonnapi lámpás felvonulásra indultak a gyermekek és a szülők, majd az óvodába visszatérve meglepetések sokasága várta a résztvevőket. Kolléganőm a szlovák nemzetiségi tánccsoportban táncol, és ők lepnek meg minket egy táncházzal a nap folyamán, illetve az apukák szorgos kezének köszönhetően lesz tábortűz, anyukák szorgos kezének köszönhetően meg sok-sok csemege várja őket. Nem maradhat el a liba zsíros kenyér. A kiskörösi óvodák erdőtelki óvodájának mártonnapi mulatsága hatalmas sikerrel zárult, mely az óvoda dolgozóinak, valamint a szülői közösség összetartó erejének is köszönhető volt. November 8-án ismét elrajtolt Kiskörös főterétől a Trizoli Jóti Futi Egyesület szervezésében a Bagoly Bringa túra. Az Egyesület ezzel a programmal idén is csatlakozott a Látni és Látszani országos rendőrségi kampányhoz, mely az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra hívja fel a figyelmet. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Baleset Megelőzési Bizottsága minden évben megrendezi a Látni és Látszani elnevezésű kampányát, mely során az őszi időjárás okozta vezetésbiztonsági kihívásokra hívják fel a figyelmet. Járművezetőknek is felhívjuk a figyelmét arra, hogy ne csak a menetfényt használják, amikor kezd szürkület lenni, kezd lemenni a nap, hanem igenis kapcsolják fel a világításukat, illetve a kerékpárosok is, a rolleresek is, a gyalogosok is valamilyen láthatóságot elősegítő eszközt használjanak lakott területen belül is, illetve ahogy sötétedik, akkor már mindenképpen világítást előre-hátra a kerékpárra szereljék fel és kapcsolják is be. A kampány keretében a Trizoli Jóti Futi Egyesület a rendőrség munkatársaival közösen együttműködve már évek óta megszervezi a Bagoly Bringa túrát. Bulinak indult, hogy tekerjünk egyet éjszaka, amikor már sötét van, amikor már nincsen mondjuk forgalom, és akkor ez ebből az ötletből indult. És hát úgy forta ez ki magát, hogy ez egy ilyen biztonsági bringatúrává változott. Menet közben egy súlyos baleset is történt itt Kiskörösön. Elgázoltak egy bringást, aki meg is halt. És akkor ez ennek az eseménynek a hatására átváltozott ez a bringatúra egy ilyen figyelemfelkeltő, figyelemfelhívó bringatúrává. A november 8-ai túra rajtja idén is Kiskörös főtere volt, ahol a Kiskörösi Rendőrkapitányság Baleset Megelőzési Bizottságának képviseletében Baltás Adrián rendőrzászlós a hagyományoknak megfelelően a rajt előtt a láthatósághoz szükséges kellékeket osztott ki a jelenlévőknek. Ezen eszközök használata és karbantartása pedig elengedhetetlen a sötétedés után való közlekedéskor. Egyre többen használják, de mivel hogy ezek a lámpákban az elem lemerül, ha nem cserélik ki, akkor vagy kidobják, vagy kicserélik az elemet, de itt most azt is adunk nekik, illetve a láthatósági mellény is az évek alatt azért elkopik, úgyhogy mindenképpen ami cserére szorul, azt érdemes kicserélni, és én úgy gondolom, hogy amikor kapnak az emberek ilyen eszközöket, akkor azok használni is fogják. A résztvevők kerékpárjaikat és saját magukat minden a láthatóságot biztosító felszereléssel ellátva tekertek először a város főterén, majd a közel 5 kilométeres távot teljesítve érkeztek vissza a rajt helyszínéhez. November 8-án ismét megtelt a Közúti Múzeum a Verépfészek Jazz Club őszi szezonjának első koncertjén, melynek vendége a Mojo Blues együttes volt. A zenekar, amely az elmúlt években többször is zenélt már városunkban,
Kiskőröst választotta a négy állomásos turnéjának egyik helyszínéül. November 8-án a The Mojo Blues együttes volt a Verépfészek Jazz Club vendége a Közúti Múzeumban. Az együttes, amely évtizedek óta megkerülhetetlen képviselője a blues műfajnak, már sokadik alkalommal koncertezett városunkban. Idén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával egy négy állomásos turné részeként látogatta Kiskörösre. A Szürke Verebek és a Mojo kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza. Én, amikor elkezdtem a Jazz Clubot itt szervezni, ez olyan 2012 környékén volt, én akkor én kerestem, mivel hogy nekem egyik kedvencem a harmonika, én kerestem harmonikásokat. És a magyarországi szájharmonikások között, mint tudjuk, a Szabó Tamás az egyik legjobb. Csak hogy az volt a problémám, hogy a Tamás akkor, én láttam őt Zorán koncerten játszani, meg a Presser pici bácsival játszani. Tehát egyszerűen az lehetetlen volt, hogy a Jazz Clubban mi ilyen illusztris társaságban hívjuk meg. Baranyai Jánosnak végül a Paksi Gastro Blues Fesztiválon sikerült találkozni a Szabó Tamással, és meghívni őt a Verépfészek Jazz Clubba zenélni. Azóta számtalanszor megfordult már a Verépfészekben az együtteseivel. Szabó Tamás, a Mojo vezetője, a hosszú évek alatt mindig szívesen jött Kiskörösre, mivel nagyon szeret klubokban zenélni. Valahogy szívünkhöz nőtt ez a klub, és hát tegyük hozzá, hogy a házigazda zenekar is fantasztikus, tehát az, hogy valakik ilyen jó értelemben vett amatőr módon a munka mellett még szánnak időt a saját kertelésüknek megfelelő, vagy a megfelelő műfajokra, a Dixielandre, kicsit a bluesra, mindenféle ilyen olyan réteg műfajokra, és mindenki hozza ki sajátos tudását. Ez azért egy nagyon érdekes dolog, és a világban is talán elég ritka. Baranyai János és a Szürke Verebek jazz bandája egy meglepetéssel készült Szabó Tamásnak. Az, hogy a vendégek részéről, a fellépő vendégeink részéről ez egy szívesen látott hely, az is bizonyítja, hogy amikor megjelent a Kiskörös zenei életéről szóló kiadvány, egy éve, két éve, nem is tudom pontosan, amit a Turán Isti szerkesztett, akkor kaptunk egy lehetőséget a szerkesztőtől, hogy mi is írjunk magunkról, mint a Szürke Verebek jazz bandája. És akkor mi úgy gondoltuk a Batyóval, hogy ez akkor lenne igazán hiteles, ha nem mi írnánk le magunkról, hogy mi hogy vagyunk, meg kik vagyunk, hanem azok, akik ide járnak hozzánk, és látják azt, hogy idegenek gyakorlatilag látják azt, hogy mi történik itt, őket kérjük meg. És így megkértük a Szabó Tamást, a Sárik Pétert, a Bényei Tamást, a High Jazz Bandből, a Gyárfás Istvánt, stb. Még néhány embert megkértünk. Hát a Szabó Tamás volt az, aki rögtön először mondta, hogy igen, nagyon szívesen, és körülbelül két nap múlva meg volt anyag, és már küldte is. Tamásnak is van egy fejezete, azt szeretném szeretettel átadni, és hogy majd megtalálja a saját írását benne. Tamás, hova szeretettel? János, köszönöm szépen. A hagyományoknak megfelelően a november 8-ai koncerten is a házigazda, a Szürke Verebek jazz bandája lépett először színpadra, majd a The Mojo varázsolt el a kiskörösi közönséget a pop, a country és a tradicionális blues elemeit felsorakoztató zenei világával. A Vármegyei Korosztályos Bajnokság középcsoportjának 9. fordulójában a Solti FC együttesét fogadta a Kiskörösi LC U19-es csapata. A hazaiak megszerezték a győzelemért járó 3 pontot, hiszen 7-0-ás győzelmet arattak a soltiak felett. A Kiskörösi LC Vármegyei Korosztályos Bajnokság középcsoportjában szereplő U19-es csapata a megmérettetés sorozat 9. fordulójában a Solti FC gárdájával küzdött meg hazai környezetben. Az együttes jó teljesítményt nyújt a küzdelem sorozatban, melynek köszönhetően a fiatalok versenyben vannak a dobogós helyekért. A mérkőzés első fél idejében kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. Első fél időben azért rendesen megszenvedtünk, azért, hogy egyáltalán helyzetbe kerüljünk, hogy gólokat tudjunk lőni. Próbálkozásaink voltak, de igazán gólhelyzetet nem tudtuk kialakítani. A második fél időben viszont kinyílt a gólzsák, és szépen potyogtak a gólok.
Miután a félidei szünetben Biácsi Gábor tanácsokkal látta el a csapatot, a második félidőben sorba lőtte a gólokat a kiskörösi együttes, hiszen 7-szer is betaláltak a Solti kapuba. Egy változtatást kértem, hogy a legkisebb lehetőség van, akkor vállaljuk el a lövéseket, mert az első félidőben mindenáron be akartuk vinni a gólvonalig a labdát, vagy az ötösig legalábbis a finom egyérintős játékkal, és ez nem működött, és akkor próbáljuk meg akkor egy távoli lövésekkel kombinálni. Hát próbálkoztunk, hogy a gólokat mégis az első félidei játék alapján szereztük meg a kispasszos játékokból, a lukrafutásokból és a behívelésekből. A küzdelmes találkozón végül nem született több gól, így 7-0-ás kiskörösi győzelemmel a hazaiak szerezték meg a 3 pontot, amely különösen jó eredménynek számít. Ez a Solt, ez nagyon jó csapat, 5 túlkorossal szerepel folyamatosan minden mérkőzésen. És hát rengeteg gólt szerzett, és jobb gólkülönbséggel vezette is a táblázatot, tehát igazi rangadót játszottunk velük. És azért is volt nehéz, mert 8 nap alatt ez volt a 3. mérkőzésünk, és 3 rangadót, Kalocsa, Sziládi és Solt sorrendben kellett lejátszanunk, és pozitívan ki tudtunk jönni 6 ponttal ebből a 3 mérkőzésből. November 9-én pedig a Soltvadkerti TS Soltút B csapata ellen léptek pályára a kiskörösiek, ahol 2-1-es gólarányú győzelmet arattak, így jelenleg 25 ponttal a tabella első helyén állnak. Legközelebb pedig november 17-én lépnek pályára a fiúk az izsáki SSE otthonában. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Az ünnepek elmúlása után is gondoskodnunk kell elhunyt szeretteink sírhelyéről. Márton napját ünnepelték az Erdőtelki óvodában. Idén is elrajtolt városunk főteréről a Bagoly-bringa túra. Újra Kiskörösön, a Verép klubban zenélt a The Mojo Blues együttes. Vezeti a tabellát a kiskörösi LC U19-es csapata. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a Kiskörös TV közösségi média felületein. A híradót követően sportközvetítésünk következik, melyben a Kiskörösi KSK kézilabda csapatának és az MK Pelikán Siklós SC gárdájának szeptember 16-ai mérkőzését tekinthetik meg felvételről. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is, viszontlátásra!